A hét eleje óta az ország összes síterepén már lehet síelni és szánkózni, de vajon meddig? Lesz-e még hó a hétvégén is, vagy a gyorsan jött enyhülés miatt az ónos eső elmossa a havat? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Csehi András kollégánk, aki ma reggel az ország tetejéről, a Kékestetőről jelentkezik. Jó reggelt, Andris! Jól látom, hogy ott van melletted egy quad? Bizonyám, jól látod, jó reggelt kívánok, és azt is szeretném mondani, hogy körülbelül mínusz 6 fok van, és amikor jöttünk idefelé, akkor 0 fok körül volt a hőmérséklet, és tényleg nem vicces ez az út fölfelé, mert hogy egyre sikosabb, egyre jegesebb, mellettem van Terjék Feri, aki a Kékes Kutatómentő egyik mentésvezetője. Jó reggelt kívánok, most már igazából beindult a szezon, mire készültök a hétvégén? Jó reggelt, sziasztok! Hát igazándiból a hétvégén, meg általában ugye mikor leesik az első hó, igazándiból beindul a szezon, olyankor egy nagyobb rohamot szoktunk várni. Ilyenkor általában megtelnek a parkolóink, nagyon sok ember érkezik fel. Tényleg mindenki nagyon vigyázzon arra, hogy téli gumival induljon el, mert idefönn mindig egy 5-6 fokkal mindig hidegebb van és fagy. Nem is olyan régen valaki megpróbált lemenni autóval itt a sípálya, meg is mutatjuk, hogy merre felé, egészen a hütte alá jutott el az autó, azt ott elakadt, mert azt gondolta, a négykerekes autóval ment simán le fog gurulni. Így van, így van. Hát a ratrakolt pályára nagyon veszélyes rájönni autóval, hiszen egyszerűen elássa magát az autó, és amúgy is, tehát igazándiból ez egy természetvédelmi terület a Mátra, és behajtani tilos mindenhova, vagy két behajtani tilos távlán is átment. Hát megkapta a busás büntetését érte, és azért a mentésnek sem volt egy olcsó ára. De igazából most nektek ez az ideális síterepen mire kell készülni? Tehát most még a hóágyuk sem mennek, mert annyira jó, annyira gyönyörű a pálya. Hát éjszaka azért be vannak indítva, de hogy kifagyjon szépen a pálya, és meg lehessen ratrakolni, azért ezt, hogy tudjuk kezelni, azért mindig fújni kell rá egy kis havat. Hogyha bárkivel bármiféle baj történik mondjuk egy sípályán, akkor mi a rutin ilyenkor? Mit kell csinálni? Hát a rutin igazán az szokott lenni, hogy a Kékes sícentrumnak a dolgozói riasztanak minket, ilyenkor az ATV-nkkel, kvadunkkal, vagy esetleg motorosszánnal van egy speciális utánfutónk, illetve hozzágyunk. Nézzük meg azt a speciális utánfutót, mert én gondoltam, hogy felfekszem rá, de olyan hideg van komolyan, hogy ez a mínusz 6 fokban odafagy az ember. Megmondom, őszintén viccből se szeretem ráfektetni az embereket, de ezt tudjuk húzni hóban. Aha. Ezzel a kvaddal tudjuk... Ja, ez a speciális ágy, ahol gyakorlatilag, hogyha bárkinek bármilyen sérülése van, akkor biztonsággal le tudjátok vinni a kórházba. Ezzel akár egy gerincsérültet is le tudunk vinni, nagyon jó rugózása van neki, tehát teljesen rászívjuk a vákumágyat, és akkor meg se tud mozdulni, mint a beton úgy tartja. Jó, legutoljára mikor kellett ezt használni? Legutoljára? Borzasszuk el a nézőket két egy hete, picit. Két hete használtuk, akkor elcsúszott a sípáján egy... nem odaillő egyén, mert igazániból nem síbakancs volt rajta, utcai cipőbe sosem megyünk a sípályára. Elcsúszott, és sajnos a lába tört neki, és ezzel kellett kiszállítanunk. Tegnap Németh Lajos meteorológussal beszélgettünk arról, hogy most hétvégén megint havazás várható. Nektek is most indul a szezon. Hogyan készültök egyébként? Sokan ilyenkor jönnek olyan sztahanovisták is, akik szeretnének itt dolgozni, vagy itt, mire? Hát igazándiból a Kékes sícentrum kollégái mindent megoldanak. Tehát mindent megoldanak, van egy kis hókotró traktorunk, azzal ugye takarítjuk itt a Kékestető környékét, az utakat, hogy igazándiból ne térdig érő hóba járjon mindenki. Én közben megpróbálok felszállni a kvadodra. Gyere nyugodtan! Mert akkor tűzünk is egy picit, mert a nézőknek vissza kell adni a közösségi... fel a kedves vendégek tényleg arra, hogy itt ne sportcipőbe jöjjenek. Na, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy ha gondolja, akkor csodálatos környezetben lehet kirándulni, és köszönjük szépen Terjék Ferinek, és kívánom, hogy minél kevesebb melónk legyen, aztán csapassuk akkor gyere a kvaddal. Mindenkinek kellemes napot, és tényleg, hogyha tehetik, akkor hétvégén jöjjenek kirándulni, vagy akár síelni is, mert kiváló a síterep.